No, elkészült akkor ez a napelemrendszer. Igen, el. Jó, köszönjük szépen. És már működik is itt, ugye? Felett a villany, és itt áram bekötésünk is. Kapcsolva. Nagyon jó. Minden a kamerarendszer is van. Kamerarendszer. Napelemről működik minden. Hát gratulálok akkor. Akkor ez egy jó beruházás volt ezek szerint. Igen. Tökéletes. A 2014-ben felállt új képviselőtestület egyik intézkedéseként fontosnak tartotta, hogy olyan pályázatokat keressen, amelyekkel a tanyavilágban élők életminőségét tudják javítani. Nemrég a külterületi utak felújítására 144 millió forintot nyertek, melynek köszönhetően a Rácz út és a Vágotthalmi dűlő teljes körű rekonstrukción esik át. Egy másik projekt révén pedig tanya villamosításra és villamosenergia fejlesztésre 44 millió forintot kaptak. A kivitelezéshez szükséges 10% önerőt Makóváros önkormányzata megelőlegezte a tulajdonosoknak. Összesen 20 portát láttak el napelemmel, 4 ingatlan esetében háztartási léptékű szigetüzemű rendszert alakítottak ki, további 16-ot pedig a hálózatra is rá tudtak kapcsolni. Tulajdonképpen azért tartottuk fontosnak, hogy ezzel is anyagi támogatást biztosítsunk a tanyatulajdonosoknak. Az idei évben további 27 tanyatulajdonosnak segítettünk benyújtani a pályázatot, ezek elbírálása az ősz folyamán fog megvalósulni. A Szűcs házaspár tanyáján egészen idáig egyáltalán nem volt áram, eddig petróleummal világítottak. A tanyán található ingatlan tetejére 6 darab napelem került felhelyezésre. A napban nyert energiát a ház lakói egy speciális eszköznek és akkumulátoroknak köszönhetően tudják hasznosítani. Tehát ennek az a lényege, hogy ha a ilyen településeken, ahol nincs áram egyáltalán a tanyába, meg lehet azt csinálni, hogy hűtőszekrény, világítás, tévé, tehát teljes komfortot tud biztosítani egy ilyen rendszer. A pályázat lebonyolításában a Szűcs házaspár segítségére volt unokájuk, Hevesi Árpád, aki már igen szükségszerűnek látta a korszerűsítést. Konyhába, szobába egy-egy világítás, konnektorok kerültek felhelyezésre, telefont tudják itten tölteni, zseblámpát tudnak itten tölteni, meg mi a legfőbb a kamerarendszer, amit említettem az előbb is, hogy az került kiépítésre. A közeljövőben nem csak a tanyavillamosítások folytatódnak majd a külterületi beruházások tekintetében, ugyanis Makó-Rákoson a közösségi ház, valamint a házi orvosi rendelő modernizálása is folyamatban vannak.